Alapításának 40. évfordulóját ünnepelte az Újlakutcai Általános Iskola. A Vigyázó Sándor Művelődési Központban megtartott gálaműsor keretében az intézmény tehetséges növendékei mutatkozhattak be a színpadon. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekarának hangversenyével folytatódott a Zrínyi Miklós Általános Iskola jubileumi programsorozata. Idén ünnepli 40 éves fennállását a 17. kerületi tanintézet. Szászdi néven új utcával gyarapodik Rákos Csaba. A közel 200 méter hosszúságú útszakasz a Tanár, a Bojt, valamint a Csaba-Gyöngye utcák között fog összeköttetést teremteni. Köszöntöm Önöket! A Rákosmente televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Május 12-én tartotta meg alapításának 40. évfordulója alkalmából életre hívott gálaműsorát az Újlakutcai Általános Iskola Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Az erre az alkalomra összeállított program keretében a német-magyar kéttannyelvű intézmény tehetséges diákjai mutatkoztak be a színpadon. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Horváth Tamás Rákosmente polgármestere, valamint dr. Füzesi Péter alpolgármester. Gyakran járunk programozni, ez ellen sohasem szoktunk tiltakozni. Kirándulások, színházak, táborok, ezek ám a legjobb napok. Pintér Barnabás, 4. B-osztályos tanuló, az Én iskolám című saját költeményével nyitotta meg az Újlakutcai Általános Iskola a fennállásának 40. évfordulója alkalmában megtartott gálaműsort a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. A folytatásban a szervezők egy időutazásra invitálták a megjelenteket, és egy archív filmfelvétel segítségével elevenítették fel, hogy milyenek voltak az intézmény mindennapjai 1985-ben. A jelenlévőket ezt követően Horváth Tamás polgármester köszöntötte, aki kiemelte, hogy bár a helyhatóság már nem fenntartója a tanintézetnek, mégis számtalan fejlesztés valósult meg az elmúlt évek során az épület korszerűsítésének érdekében. A közeljövőben pedig újabb fontos beruházás fog útjára indulni, amely egy régóta fennálló problémára is megoldást jelenthet. Hogy a születésnapra az ember általában valami kis ajándékot is próbál vinni. Hát jelképesen én is hoztam egy kicsit az önök számára, vagy az iskola számára, hiszen hamarosan meg fogjuk kezdeni az új forgalmi rend kialakítását az iskola előtt és a parkolási gondoknak az enyhítését. Biztos, hogy nem fog mindenkinek tetszeni, de igyekszünk egy olyan állapotot kialakítani, ami gyorsítja a reggeli és a délutáni csúcs problémákat. Úgyhogy a nyár folyamán meg fogjuk kezdeni ezt a munkát, és remélem, hogy kicsit biztonságosabbá válik a gyermekeknek a iskolába való beengedése. Sarkadi Nagy Adrián az igazgatói pozíciót 2008 óta tölti be. Történelem oroszszakos tanárként azonban az iskola alapítása, tehát 1983. augusztus 23-a óta dolgozik az intézmény kötelékében. Köszöntőjében Kucsera Antalnéval, aki szintén 40 éve tagja a tantestületnek, közösen idézték fel a kezdeti időszakot. Életem első értekezletén, pontosan a születésnapomon a sírás folytogatott, ahogy néztem a tanáriban a gyülekező, leendő kollégákat. Szerencsére mindenki hozzám hasonlóan tanácstalan volt, hiszen új kollégaként érkezett az akkor még félig kész épületbe. A kezdeti tanácstalanság viszonylag gyorsan elosztott, amikor első igazgatón Gáspárné Tóth Márta megszokott sodró lendületével és határozottságával tantárgyfelosztást hirdetett, kijelölte a feladatokat, bemutatta a helyetteseket, Tomasz Miklós felső tagozat, alsó tagozat Ortakán Ibolya és napközi Kücsön László. Mindenki szerezze be az osztályába a bútorokat, ha nem találja, keresse meg, valahol itt van az épületben. Az épületben amúgy nincs se telefon, se tornaterem, ha valakinek szüksége van valamire, szóljon. Az intézmény vezető végezetül elmondta, hogy a mai kor tanárainak is ugyanaz az elsődleges feladatuk, mint 4 évtizeddel ezelőtti pályatársaiknak. A gyermekek felkészítése a nagybetűs életre, mindezt alázattal és kitartással a mindennapok során. A jelenlegi gálaműsor egyik fontos célja az iskola kétannyelvű oktatásának bemutatása volt, melynek hatékonyságát jól példázza, hogy a növendékek 14 éves korukra középfokú német nyelvvizsgára tehetnek szert.
Ennek megfelelően a tanintézet énekkorának tagjai, akik német tradicionális dalokat adtak elő, ugyancsak felléptek, illetve a létesítmény további diákjai is megcsillogtathatták tehetségüket, egyebek mellett táncos, verses, valamint hangszeres produkciók és műsorszámok keretében. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Fúvós zenekarának hangversenyével folytatódott a Zrínyi Miklós Általános Iskola jubileumi programsorozata, ugyanis az oktatási intézmény az idei tanévben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A tanintézet aulájában május 12-én megrendezett koncerten jelen volt Horváth Tamás polgármester, illetve dr. Füzesi Péter alpolgármester. A 2022-es, 2023-as tanévben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a Zrínyi Miklós Általános Iskola, a jubileumi alkalomból pedig a szervezők az odajáró diákoknak és azok szüleinek számos színvonalas programmal kedveskednek a rendezvényfolyam időtartama alatt. Ebből adódóan május 12-én nagyszabású hangversennyel örvendeztették meg az iskola pedagógusait és tanulóit, ugyanis a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekara lépett aznap színpadra. Mint egyszernek tudni, 40 évesek vagyunk, hát én nem, de az iskola igen, és mindenféle rendezvényeink vannak a idei tanév kezdete óta, talán tetszenek emlékezni a művészeti kiállításunkra, talán tetszenek reménykedni, hogy még májusban egy majálist is tartunk, és azt is szeretném elmondani, hogy utoljára a nagy érdemű zenekar, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola zenekara, hát nem olyan gyakran, 15 éve volt itt. Akkor voltunk 25 évesek. És most úgy gondolták, és megtiszteltek bennünket azzal, lehet olyan 15 évenként, majd meglátjuk, 15 évenként eljönnek hozzánk, és hát zenélnek nekünk egyet. Az eseményen Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki a jeles alkalom kapcsán elmondta, a helyhatóság a közeljövőben felújítja az oktatási intézmény elhasználódott sportpályáját, annak ellenére is, hogy a létesítménynek már nem fenntartója. 40 év alatt az iskola épületével is nagyon sok minden történik. Ugye nemrégiben sikerült azért a nyilászárókat, a szigetelést megcsinálnunk, és mindenképpen az a feladatunk, hogy nekünk, mint önkormányzatnak, bár már nem mi vagyunk ugye fenntartók, de ettől függetlenül nem szakadtunk el teljesen az iskolától, és hát ha szerényen is, de úgy gondolom, hogy a 40. születésnap alkalmából egy kis ajándékot is szeretnék önöknek, az iskolának, igazgatónak átadni. Ha minden jól sikerül, akkor az idei évben még sikerül egy teljesen új focipályát varázsolnunk a régi helyére, és ezáltal a gyermekeknek a tornaóra és a délutáni foglalkozások is egy sokkal kulturáltabb helyszínen fog történni. A koncerten továbbá tiszteletét tette dr. Füzesi Péter alpolgármester is. A közreműködők pedig a hangverseny alkalmával színes repertoárral készültek, melyet Jutasi Miklós karnagy ismertetett. Lesz komoly zene, játszunk valcert, játszunk ilyen különböző operákból egyveleget, természetesen kihagyhatatlan filmzenéket, egy kis James Bond est feelingje is lesz ennek a koncertnek. Hát is fúvózenekar induló nélkül nincs, de egy koncert induló lesz előadva, és egy kis popzenét is becserkésztünk a programba. A tanintézet aulája színültig megtelt érdeklődőkkel, tanújelét adva annak, hogy mind a gyermekek, mind az iskola tanárai örömmel vesznek részt a jubileumi rendezvénysorozaton. Új utcával gyarapodik a 2023-ban fennállásának 957. évfordulóját ünneplő Rákos Csaba kerületrész. A közel 200 méter hosszú Szászdi utca, a Tanár, a Csaba gyöngye, valamint a Bojt utca között fog összeköttetést teremteni. A speciális technológiával megépített útszakasz hivatalos elnevezéséről a soron következő közgyűlésen dönthet majd a fővárosi önkormányzat. A már elvégzett, illetve a még hátralévő munkálatok részleteit Virág Mihály, önkormányzati képviselő ismertette. Rákos Csabán a Tanár, a Csaba gyöngye, valamint a Bojt utcák által határolt területen az elmúlt évek során jelentős mértékű ingatlan beépítés történt.
A helyszínen a városvezetés további infrastruktúrális fejlesztéseket hajt végre, melyek keretében a közművek telepítése mellett egy új, közel 200 méter hosszúságú utca is kialakításra kerül a közeljövőben. A beruházással összefüggésben Virág Mihály, az érintett kerületrész önkormányzati képviselője kiemelte, fontos szempont volt az utcanév kiválasztásánál, hogy az a 2023-ban fennállásának 957. évfordulóját ünneplő Rákos Csaba történelmi múltjához méltó legyen. Tulajdonképpen köszönetet kell mondani dr. Füzesi Péter alpolgármester úrnak, aki valahogy belebújt Rákos Csaba valódi történetébe, és rátalált Szászdi névre. Most ez a Szászdiról azt kell tudni, hogy ez a Szászdi apátság, ez a 11. században már létezett. És akkor ugye, ha visszagondolunk arra, hogy hol volt Budapest, meg hol volt Rákos Csaba, gyakorlatilag nem létezett, hanem valami 115 vagy 120 ingatlanja volt ennek a Szászdinak. És a legnagyobb meglepetésünkre a 72-es szorszám alatt, ahol tehát ezek a kutatások folytak, tudjátok, hogy van ilyen kutatók, akik azzal foglalkoznak, hogy egy település részni, vagy hogy egyáltalán mi, hogy és hogy kötődik. És Csaba Rákosa néven találtak egy helyszínt. Ha 1000%-ig nincs is bebizonyítva, hogy az ez a terület, mégis azért reménykedünk ebbe, mert egy másik leíratból, az országos levéltárban 6-os szorszám alatt van egy levél, ami szintén Csaba Rákosa néven, bár konkrétabban ezt a területet jelölte meg. Virág Mihály hozzátette, bár a terület adottságaiból fakadóan nem volt lehetőség mélyépítésű, szilárd burkolatú út kialakítására. A szórt bitumennel ellátott szakasz azonban így is biztonságos közlekedést fog garantálni a gépjárművek számára. Az önkormányzati képviselő hangsúlyozta, a kivitelezés keretében a szakemberek a meglévő földes utat kiemelték a felszín fölé. A közelben található fűzkútforrás okán azonban a talaj továbbra is magas rétegvízzel rendelkezik, így hamarosan stabilizálásra lesz még szükség a végleges átadást megelőzően. Következőt kértük, hogy egy picit talán a nyugalmunk is jobb legyen, és ezzel egyetértett a műszaki rész is, hogy még egyszer kihozzák a vibróhengert, és átvibrálás után egy ilyen zúzott gránit kockákkal, ezzel a 4-5-6-7 mm-es gránit kockákkal meg lesz szórva, mint ahogy hivatalosan kell csinálni a bitumen permentes utat, ezt behengerlik, megszórják bitumen permettel, és ez egy 2 liter per négyzetmétert számolunk általában. Miért? Azért, hogy ahogy elkezd sütni a nap, ez összefogja ezeket a kis gránitkockákat, és egy picit vízzáróbb lesznek. Tehát a víz nem lefelé fog mosni, hanem majd el fog folyni a felületen, és ezáltal egy picit tartósabb lesz a dolog. A helyhatósági forrásból megvalósuló beruházás keretében a bekötő út leaszfaltozását, valamint a csapadékvíz elvezetését a szakemberek szintén elvégezték. A fővárosi önkormányzat a következő közgyűlésének keretében fog az utca hivatalos elnevezéséről döntést hozni. Annyi bizonyos, hogy a közterület a többségi döntés függvényében a Szászdi utca nevet fogja viselni. A Szabadságsugárúti Általános Iskola legújabb kezdeményezésének keretében az intézményben járó első osztályos tanulók szülei május 13-án játszóteret építettek a diákoknak gúmiabroncsokból, illetve a gondviselők otthon fellelhető egyéb eszközeiből. A rögzített játékokon kívül a szülők készítettek tipegőket, gólyalábakat, társasjátékot, villegőket, illetve magaságyást a zöldségeknek. A munkálatok részeként a Richter Gedeon gyógyszergyártól kapott padokat is felújították. Lecsiszolták, kiegyensúlyozták, átfestették. Az anyagok megvásárlásához szükséges támogatást szintén az első osztályosok szülei biztosították. A beporzók szerepének fontosságára hívja fel a figyelmet az április 30-ai méhek napja és a május 20-ai méhek világnapja. A téli nyugalmi időszak ugyanis mindig kritikus a méh családok számára. Napjainkban már körülbelül 15-20% közötti állományveszteséggel számolnak a méhészek.
A mögöttünk hagyott tél folyamán a magyar mélyállomány 20%-a elpusztult, a hideg szeles tavaszi időjárás pedig egyaránt kedvezetlenül érintette a beporzók fejlődését és a mélylegelőket. A témával kapcsolatban Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke adott bővebb tájékoztatást. Április 30-a a méhek napja, május 20-a pedig a méhek világnapja. Ezeknek a jeles dátumoknak az egyetemes célja, hogy felhívják a figyelmet a beporzó rovarok fontosságára. Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke elmondta, napjainkban már körülbelül 15-20%-os állományveszteséggel számolnak a méhészek a téli nyugalmi időszakot követően. Az idei évben is megmutatkozó jelenség okai pedig egészen a 2022-es esztendő nyarára vezethetőek vissza. Mindenki emlékszik, hogy micsoda aszály volt 22 nyarán. Aszályban nem csak ugye az adott szántóföldi növények, így a gabona, a kukorica nem fejlődött, hanem a vadvirágok sem. A méhek nem jutottak 22 nyarán virágporhoz, nektárhoz, és ennek a kedvezőtlen hatása az a telelésben mutatkozik meg. Nem életes méhek feleltek be, kisebb fehérje tartalékokkal a fehérjet, azt a virágból szolgáltatja a méhek esetében, és ez sajnos az ország egyes részein, különösen az Alföldön megviselte a méheket, és ezért lehetséges ez a 20%-os veszteség. Ez méhcsalád számban Magyarországon 200-250 ezer méhcsaládot jelent. A szakember hozzátette, a hűvös szeles tavaszi időjárás nem csak a méhcsaládokra és azok fejlődésére, de a növényekre, vagyis a mélylegelők minőségére egyaránt kedvezőtlenül hatott. Április közepén kezd mindig virágozni a repce, idén körülbelül 200 ezer hektárt vetettek a gazdák, ennek egy része az aszály miatt nem került ki, visszatárcsázták a gazdák, de a virágzó repcetáblákat sem tudták maradéktalanul kihasználni a méhek, ugyanis a virágzás alatt kedvezőtlen volt az időjárás. Déli megyékben Tolna megye, Baranya megye, Békés megye, ott viszonylag közepes eredményeket még elértek a méhészek, ez méhcsaládonként 10-15 kilométert jelent, de az ország legnagyobb részében sajnos alig tudnak majd repcemézet pörgetni a méhészek, és ami még fontos, hogy az április 10-ig tartó fagyok megtizedelték az akácvirágunkat. Bros Péter kitért rá, Magyarországon körülbelül 700 méhfaj végez beporzást, azonban a vadon élő egyedek száma évről évre csökken. Nagyüzemi mezőgazdaság terjedésével világon mindenhol csökken a vadméhek száma. Mi méhészek azonban életben tartjuk a méheket, és egyre jelentősebb százalékban csak a mi méhünk porozza be a beporzást igénylő növényfajokat. Aki szeretne segíteni a mézelő méheken, az akármilyen furcsa, de a legfontosabb az, hogy magyar mézet vásároljon, keresse a termelőket. Hozzátette, egyéni szinten is többféleképpen gondoskodhatunk a méhek védelméről, például beporzó barát növények ültetésével, vagy a kertben kisebb nedves területek létrehozásával, melyek a forró száraz nyarak alkalmával vizet szolgáltatnak majd a beporzók részére. Elhunyt Ács József, kerületi kötődésű szobrász és éremművész, Rákosmente díszpolgára, aki 1931. február 10-én Székesfehérváron született. Felsőfokú tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végezte. Pályája során egyéni és csoportos kiállításokon egyaránt részt vett. Köztéri alkotásait az ország különböző pontjain állították fel, emellett számos érmét készített 17. kerületi kitüntetésekhez. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Fontos határidő közeleg, ugyanis május 22-től a személyi jövedelemadó tervezetekből bevallás lesz, mindemellett pedig ugyanezen időpontig rendelkezhetnek az érintettek az adójuk 1+1%-áról oly módon, hogy 1%-ot valamely civil szervezet, további 1%-ot pedig egy vallási közösség vagy kiemelt költségvetési előirányzat javára ajánlhatnak fel. A témával kapcsolatos aktualitásokról dr. Kádár Zsombor Csaba, a NAV Kelet-Budapesti Adó és Vámigazgatóság sajtóreferens adott bővebb tájékoztatást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal május 2-ig postázta a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet mindazok számára,
akik azt márciusban kérték, illetve azoknak is, akiknek nincsen ügyfélkapujuk. Dr. Kádár Zsombor Csaba, a NAV Kelet-Budapesti Adó és Vámigazgatóság sajtóreferense rámutatott, az SZIA bevallástól függetlenül is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról. Az 1+1% felajánlásának lehetőség ugye a személyi jövedelemadóból, ennek a határideje is pont ugyanaz a határidő, mint a személyi jövedelemadó bevallás jóváhagyásának, tehát május 20-a ugye jogszabály szerint, de mivel ez hétvégére esik, ebben az évben ez május 22-e. Ugye az tudja felajánlani ezt az 1+1%-ot, aki személyi jövedelemadót fizet, tehát mindenképpen valami olyan jövedelmének kell lenni, ami ez alá az adókötelezettség alá esik. Ami nagyon fontos, hogy ez a határidő jogvesztő, tehát ezután már nem tudja megtenni semmiképpen. Bárki dönthet úgy ebben az esztendőben is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig egy vallási közösségnek, melyről nyilatkozni szükséges. Az állampolgárok ezt leadhatják postai úton keresztül, de akár elektronikus formában is. Két nagy csoportot különböztetünk meg, ugye az 1+1% miatt. Van egy úgynevezett civil 1%, ez az egyik, a másik pedig az egyházi 1%. Tehát az egyiket azt valami olyan civil szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak, köztestületnek tudják felajánlani, akiknek a listája egyébként fenn van a NAV központi honlapján, a nav.gov.hu-n is, tehát ott meg tudják találni, illetve nagyon sok, hogyha van valakinek pontosan elképzelése arról, hogy hova akarja adni, akkor ott mindenképpen feltüntetik ezt a honlapjukon ezek a szervezetek. Valamint, hogyha az általános nyomtatvány kitöltőt használják, akkor egyébként ott meg is tudják keresni, ha csak a nevének egy részletét tudják akkor is. Tehát ez az egyik része, ez a civil 1%, a másik része pedig az egyházi 1%, ami ugye alapvetően az egyházakat jelenti, tehát ezeknek meg van határozva a pontos köre, és azt ki is lehet választani egyébként az online felületen a listából. 2022. január 1-től már nem csak a vallási közösségeknek, hanem a kiemelt költségvetési előirányzatnak, azaz jelenleg a Nemzeti Tehetségprogramnak tett felajánlások is érvényben maradnak. Fontos tudnivaló, hogy a 2023. május 22-i határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 22-e után rendelkezik a befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, úgy az a meghagyása érvénytelennek minősül, és a késedelemigazolási kérelemmel sem menthető ki. Az érdeklődők a témával kapcsolatban bővebben a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a www.nav.gov.hu oldalon tájékozódhatnak. 2023-től színes futómuskátlit osztott ki Rákosmente önkormányzata, ugyanis a helyhatóság kiemelt célja a lakótelepek zöldítése. Május 12-én a környező társasházak közös képviselői vehették át a Bakancsos utcai sportpályán a virágokat, amelyek átadásában Horváth Tamás polgármester és Rózsahegyi Péter környezetvédelmi tanácsnok egyaránt segítkezett. Több éves hagyomány, hogy Rákosmente önkormányzata a lakótelepek zöldítéséhez az éppen aktuális évszámnak megfelelő mennyiségű futómuskátlival járul hozzá. Így idén 145 tálcán 2023 tőnyi virág került kiosztásra, melyeket a helyhatóság gombatelepülésről szerzett be a lakók számára. Meghirdettük ezt az akciót annak idején, és hála Istennek nagyon népszerű lett, és most már egyre több az igény, és örömmel vesszük azt, hogy az erkélyeken majd megjelennek ezek a muskátlik, és a házaink is kicsit szebben néznek ide, természetesen madarak, fák, világnapja is jó apropó ehhez, és hát a zöldítés, az, hogy zöldítsük minél jobban a környezetünket, ennek én gondolom örülni kell, és én köszönöm a társasházi képviselőknek, hogy részt vesznek. A kezdeményezés ezúttal is nagy sikert aratott az érdeklődők körében, akiktől az önkormányzat visszajelzésre számít az elkövetkezendő hetekben. Az osztásban Horváth Tamás polgármester mellett Rózsahegyi Péter környezetvédelmi tanácsnok is segédkezett, aki a növények gondozásával kapcsolatban is adott néhány hasznos tanácsot az érintetteknek. Ezek futó muskátlik szokásosan, tehát reméljük és várjuk, hogy ezek a
keresztúri lakótelep balkonjain fognak majd díszelegni, rózsaszín virágúak és piros színűek. Reméljük, hogy egyfajta versengés is kialakulhat majd a hozzáértő növény nevelők, virágápolók között. Jó is lenne, hogyha küldenének képeket majd ezekből a szépen kifejlett példányokból a környezet@rakosmente.hu címre. A fontos az, hogy kellő fényt és vizet kapjanak-e a növekvő muskátlik. A fény a balkonon persze adott, a jó tájulás esetén főleg, de hogy nagy meleg kánikula esetén két naponta öntözzék, és lehetőleg tápoldattal, kifejezetten muskátli tápoldattal, az nagyon fontos, és érdemes, bár viszonylag jó földben érkeztek, de érdemes virágföldbe, kimondottan muskátli földbe átültetni ezeket a példányokat, és akkor meghálálják a gondoskodást. A városvezetés további tervei között szerepel, hogy a kezdeményezés a jövőben is folytatódik majd. Ugyanis ennek köszönhetően a társasházi övezet is virágba borul, erősítve Rákosmente kertvárosias jellegét. A Rákosmente televízió krónikáját látták, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmente.tv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!